Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzést, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagy elégedett azzal, ami felé a jelenlegi világunk halad? Lehetne jobb? Hát ebben kapcsolatban olvastam egy ilyen cikket most a minap, hogy ugye miatt a magas infláció miatt, ami itt nálunk volt, mert ugye máshol nem volt ekkora infláció, ezáltal lesüllyedtünk a anyagi helyzetben az EU legaljára. De ez nem annyira jó. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Elbutulás. Elbutulás? Magas infláció. Magas infláció? Hát de valahol nincs. Hát vannak olyan országok, amelyik mi nálunk mondjuk volt 25% infláció, itt az EU-n belül is van, akinek valahol nem is volt. Gondoltál már arra, hogy a jó embereknek valamit tenniük kellene azért, hogy jó felé haladjon a világ? Ki az, aki gondolt már ilyenre? Oké. Hát ugye tudjuk, hogy van egy ilyen elbutulás a világunkban. De most nem tudom, tudjuk-e, hogy minek a következménye ez az elbutulás. Tehát azóta van ez az elbutulás, mióta elindult a tévé, elindult a következő fokozat, az internet volt, és ugye itt egy olyan világban élünk, ahol ami egészen más, mint ami régen volt. Mert hogyha régen valamit nem tudott egy ember, akkor egy nálánál idősebbhez fordult tanácsért. Ez mindig így volt. Az évszázadok, évezredeken keresztül ez úgy volt, hogy mivel a világ nem sokat változott, megnézitek, mit tudom, még a 60-as években is, 50-es, 60-as években is úgy éltek itt az emberek, mint mit tudom én, előtte több száz éven keresztül. Tehát azon kívül, hogy mondjuk elvitték az áramot az embereknek, igazából semmilyen más változás nem történt. És akkor így ez megváltozott a 60-as évektől. Ugye jött a tévé, ugye egyre több családban, majd utána jött az internet, tehát ugye a tévé úgy kezdődött, hogy egyre több csatorna, és majd jött az internet. Utána jött a ugye az okostelefonok, és ugye nagyon érdekes, mert a fiatalabb generáció már beleszületett ebbe a technikába, és sokkal jobban bánik a technikával, mint azok, akik nem születtek bele. Hát ha, mit tudom én, kezébe kaparint egy pár éves gyerek egy telefont, vagy egy távirányítót, és tudja kezelni. Mit tudom én, egy-két generációval idősebb ember meg nézi, hogy mit kezdjen vele, és nem nagyon boldogul vele. És akkor ugye emiatt, ugye megfordult a dolog, ha valamit nem tudnak a fiatalok, már nem az idősebbekhez fordulnak tanácsért, hanem az internethez. Így van. Az interneten meg össze-vissza írnak mindent. És ugye az a kérdés mindig, hogy éppen mit olvas az az illető, és hát azt fogja használni éppen, amit olvas. Az aztán vagy tudás, vagy félinformáció, vagy pedig ugye
Hát olyan információ, ami pont ellentétes azzal, ami a valóság. Jó, de ez egy dolog. Nem is ez a lényeg, de hát ha azt látjuk, ott vannak az idősek, régen idősödt, ahogy idősödtek az emberek, ugye egyre bölcsebbé váltak. Most, ahogy idősödnek az emberek, elbutulás van. De nem tudom, tudjátok-e miért? Tehát az idősebbeket nem a technika butítja el. Tehát régen ez úgy működött, hogy nem volt hangulatromlás. Tehát leélték jó hangulatba az emberek az életüket. Tehát ezt a fiatalok nem tudják. Régen ez úgy működött, mondjuk a 80-as évek közepéig, 70-es évek végéig, ez úgy működött, hogy egy idős ember az ugyanolyan jó hangulatú volt, mint 30-40 évvel azelőtt. Érted? Tehát az ember úgy működik, hogyha az ember ismeri az emberi elme működését, akkor tudnia kellene, ha ismerni, hogy ha az ember rosszabb hangulatú, és ez mindegy, hogy tartósan rosszabb hangulatú, vagy esetenként rosszabb hangulatú, tehát amikor rosszabb hangulatú, akkor elfelejti a tudást. Tehát elfelejti. Tehát olyan, mintha nem is tapasztalt volna megoldást arra a dologra, amibe kerül akkor, amikor rosszabb hangulatban van. És ez az elbutulás, ez ahhoz kötődik, hogy az emberek hangulata, ez lerajzolnám, jó? Csak hogy tiszta és világos legyen, ugye mutatom, és érthető, hogy régen milyen volt, és most milyen. Tehát ez az elbutulás, ennek a következménye, amit most fogtok látni. Jó, tehát lényeg az, hogy régen az emberek hangulata az olyan volt, hogy itt megszülettek, jó, ezen a ponton megszülettek, ugye valahol itt a halál, és ugye amikor megszületik az ember, akkor jó hangulatú. Tehát nyilván akkor jó hangulatú, hogyha volt egy viszonylag normális, kiegyensúlyozott terhesség. Tehát megszületik egy jó hangulattal a gyerek, és akkor egy kicsit visszamentek, és utána tartották a hangulatukat, és amikor mondjuk itt meghalt, akkor előtte mondjuk pár hónappal, vagy pár héttel leesett a hangulat. Tehát az azt jelenti, hogy a hangulatuk csak egy picikét romlott az egész életük során. Tehát ez volt a múltban. Most ezzel szemben az van, hogy megszületik a gyerek, viszonylag gyorsan leesik a hangulata, majd leesik tovább, és akkor így megy lefele. És az azt jelenti, hogy mondjuk ez a tudatossági szint. Ez a tudatossági hangulati szint váltása. Tehát e felett képes gondolkodni, effet nem képes gondolkodni az ember. Az azt jelenti, hogy az egyén leesik arra hangulati szintre, tök mindegy, hogy mikor, ha ez fiatalkor, akkor onnantól nem tud gondolkodni. Ha nem, akkor hogy működik? Ösztönösen. Tehát az ösztöneit használja. Tehát ezt nem hiszik el az emberek, hogy az ember az hasonlóképpen működik, mint az állat, csak annyival, hogy sokkal intelligensebb, mint az állat. És van benne egy lélek, ami az állatban nincs. És ugye a lélek miatt intelligensebb, jóval, meg hát azért csak egy fejlettebb ugye az emberi test, mint egy bármilyen állatnak a teste.
Hát hiszen az agyunk is nagyobb, jócskán. De az emberek nem hiszik el, hogyha nincsenek jó hangulatban, akkor képtelen a gondolkodásra. Tehát azt gondolják az emberek, hogy az ember az, az ameddig él, gondolkodik. Ez egy óriási tévedés. A gondolkodásban benne van az a szó, hogy gondoldás. Tehát amikor te a gondodat meg tudod oldani, na akkor gondolkodsz. Ha egy gond fönnmarad az életedbe, akkor te nem tudsz gondolkodni, mert ha tudnál gondolkodni, akkor az a gond nem maradna fenn az életedben. Nem tudom, világos ez. Ott van benne, hogy gondolkodás, gondoldás. Tehát amikor az ember gondolkodik, akkor gondot old meg. Világos ez? Tehát magyarul az ember képes arra, hogy a gondjait megoldja. De egy ember nem elég jó hangulatú, és ez úgy is működik, hogyha közben leesik a hangulata ezen szint alá, akkor az illető képtelen gondolkodása. Tehát a gondolkodás innentől működik fölfele, és az azt jelenti, hogy minél magasabb hangulaton van valaki, annál jobban és annál könnyebben gondolkodik. Mit jelent a jobban gondolkodás, meg a könnyebben gondolkodás? A könnyebben gondolkodás azt jelenti, hogy hát gyorsabban jönnek a megoldások a fejébe. Oké? A jobban gondolkodás pedig az, hogy jobban meg tudja oldani a helyzeteket. Oké? Tehát a hamarabb, minél magasabb hangulati szintű valaki, annál hamarabb és annál jobban tudja megoldani a dolgokat. És ezen vonal alatt ez megszűnik. Ami azt jelenti, hogy minél lejjebb jön valakinek a hangulata, annál nagyobb problémákat idéz elő magának és másoknak. Tehát nem, hogy gondoldás nincs, hanem gond létrehozás van. Tehát innentől van a gondoldás, ettől a vonaltól pedig a gond létrehozás. És minél rosszabb hangulatú valaki, annál több gondot és bajt okoz. Oké? Hát megnézed, egy rossz állapotú ember, az teher a környezete számára. Szó szerint. Oké? Teher. Tehát gondokat okoz a környezetének. És természetesen ezáltal saját magának is. Tehát ha egy ember rövid időre esik le, ugyanaz a helyzet, mint ha tartósan len van. Tehát ma, mai világunkban az emberek elég hamar már gyerekkorban átlépik ezt a határt. Oké? Gyerekkorban. Tehát az internet használatához nem kell gondolkodás. Ahhoz tudásra van szükség. Ami azt jelenti, hogy megtanulja, hogy hogy használja az internetet, és használja. De nem kell hozzá gondolkodás. Világos ez? Nem tudom, elég világos voltam. Tehát ugyanúgy, ha te megtanulod az autóvezetést, nem kell közben gondolkodnod, és mégis tudsz autót vezetni. Ugyanez az internet használat. Valaki megtanulja az internet használatot, nem kell gondolkodni a használattal. Oké? Hanem egyszerűen használja az internetet, és igazából nem gondolkodásra használja az internetet. Világos ez? De még azt se lehet mondani, hogy az internet gondolkodik helyette, mert ez nem igaz lenne, ha ezt mondanám. Oké? Szóval, és ez egy nagy probléma, hogy eljutottak az emberek, az idősek is erre a szintre, tehát az én korosztályom már ezen a szint alatt van, de a tőlem akár egy-kettő generációval fiatalabbak, azok már ezen a szinten vannak. Oké? Nekik a ezen a szint alá jutás, ez gyorsabb volt, mint az én korosztályomnak. Sokkal. Tehát sokkal gyorsabb volt. Tehát például az én nagyszüleim így éltek. Így. Az utolsó hetekben, vagy az haláluk előtt, az utolsó hetekben, vagy az utolsó pár hónapban lettek olyan hangulatúak, hogy elvesztették a gondolkodásukat. Tehát ezáltal ugye
Gondold végig, ha végig tud valaki gondolkodni az egész élete során, akkor az milyen bölcsé tud válni, mert tudja használni a tudását és a tapasztalatát. Tehát ugye az ember rengeteget tapasztal az élete során. És azt a tapasztalatot, azt tudásként tudja használni, és át tudja adni másoknak. De hiába tapasztal az ember, ha ezen vonal alatt van. Oké? A tapasztalata az negatívba megy át. Ami azt jelenti, hogy a tapasztalata frusztrációt okoz. Mivel nincs gondoldás, hanem csak gond van. És mivel csak gond van, ezért neki frusztrációt, zaklatottságot okoz a gond, a tapasztalat. Ezért próbálják az emberek, mindjárt megértitek, próbálják kerülni a gondokat. Tehát minél inkább olyan életet akarnak élni, ami gondmentes. Oké? Miért? Mert azt tapasztalják rossz hangulatban, hogy a gond az nekik rossz. Oké? Tehát ugye úgy is lehetne fogalmazni, hogy egy probléma az nekik rossz. És ezért nem akarják megélni a problémákat, olyan élethelyzeteket próbálnak létrehozni saját maguknak, ahol nincsenek problémák. Oké? Na most, de ezzel meg ugye az a gond, hogy nem lesz tapasztalat. Tehát ha nincsenek problémák, akkor nincs mit megoldani. Oké? Ha nincsenek megoldások, akkor nincs tudás. És nem lesz belőle bölcsesség sose. De hát ugye azt gondolják az emberek, hogy hát akkor nem leszek bölcs, de ne éljek meg problémákat. Na most mégis ezzel a fajta gondolkodással, hogy ne éljenek meg az emberek problémákat, oda jutottak, hogy sokkal több a problémájuk, mint régen az embereknek. Tehát én látom, hogy amikor meg mi fiatalok voltunk, olyan korúak, mint most a fiatalok, nekünk sokkal kevesebb problémánk volt. Sokkal. Oké? Csak a fiatalok ezt nem látják át. Nem látják át. Tehát ugye én egy nagyon szerencsés időszakba születtem. Mondhatni azt, hogy a legszerencsésebb időszak. Mert ugye a nagyszüleim által én láttam az előző világot. Hogy milyen volt az a világ, ami az előző volt, ami tévémentes, internetmentes, ami még a régi világ. Oké? Tehát előttem két generációval lévő korosztály még ugye ebben a világban élt, hogy internet és telefon, vagy tévé, telefon, akármi mentesség. Sőt, ugye a vidéken élt valaki, akkor az élete nagy részét árammentesen, például az én vidéki nagyszüleim árammentesen élték az életük nagy részét. Azt mondja, az utolsó 15 évükben vagy 10 évükben volt áram. Slussz. Oké, most el se tudná képzelni a legtöbb fiatal az árammentes életet. És mondom, az én nagyapám meghalt 85 évesen, kb. 70 éves koráig árammentes életet élt. Oké? 70 éves koráig. Nem volt áram. És képzeld el, nem hiányzott nekik. Mégis éltek. Érted? Hát most mondom a fiataloknak, hogy ez biztos tök fura, hogy lehetett árammentes életet élni. Tehát én mondom, én megéltem, én még ugye voltam náluk, amikor még nem volt áram, és petróleum lámpával világítottak. Tehát még én emlékszem rá. Ez még a 60-as évek volt. Oké, tehát az azt jelenti, hogy ugye megéltem azt is, megéltem az átmeneti időszakot, azaz anyám korosztálya, szüleim, anyám, apám korosztálya, szüleim korosztálya, az átmeneti időszakot. És láttam, hogy végül is mit szúrtak el. Nyilván a mai ésszel látom, hogy de akkor én azt láttam, és annak a tapasztalatait ugye leszűrve látom most, hogy mit szúrtak el.
hogy miért változott meg ez a világ. Tehát én ezt is megéltem. Ugye megéltem a saját generációmat, ugye ez meddig van? 67-ig, 68-tól jött az új generáció. Ugye ezt is megéltem. És hát látom a következő generációt, az egyik fiam az a második generáció utánam, tehát 93-tól van a következő generáció, tehát 68-tól, 93-tól, azt is láttam, mert az egyik fiam az 93-as generáció, de már látni az unokámnál a következő generációt, ami azt jelenti, hogyha megnézed, én eddig 6 generációt éltem meg. Érted? 6-ot. És ez a 6 generáció mind más. Tehát azért mondom, hogy baromi szerencsés időszakba születtem, mert én 6 generációt emlékezve megéltem, érted? Tehát a mai napig is emlékezve rá, mindegyikre. Jó, a 6. generáció, ugye az unokám, az ugye nemrég született. Tehát ami azt jelenti, hogy ő a 6. generáció. Tehát most ezt végig gondolja az ember, ugye az látni, hogy mivé lett a világ. Tehát azt gondolják az emberek, hogy az a jó világ, ami van. Na most erre csak annyit mondanék, hogy én soha nem voltam technika ellenes. Tehát a szüleimhez képest én óriási technikai tudással rendelkeztem gyakorlatilag, és hát ugye ráadásul még műszaki a végzettségem is. Tehát ezáltal a technika soha nem állt messze tőlem, és soha nem voltam technika ellenes. De sokan azt gondolják, azt csinálják, hogy a gondolkodásukat helyettesítik a technikával. Tehát azt gondolják, hogy a technika az fontosabb, mint a gondolkodás. Főleg a fiatal generáció azt gondolja. Lehet, hogy így nem gondolták végig, csak ezt csinálják. Tehát többet foglalkoznak a technikával, mint a gondolkodásukkal. Tehát a technika az egy dolgot szolgál, na, ha jobban megnézzük, hogy segítse az életedet. Az a feladata a technikának, hogy segítse az életedet. Ha nem segíti az életedet, hanem nehezíti az életedet, akkor el kellene gondolkodni azon, hogy milyen szinten használod a technikát. Érthető ez? Tehát mit értünk azon, hogy nehezíti az életét az embernek, jó? Ebből kimegyünk. Ezt innen, ja, ezt ebben kellett tennem. Oké. Tehát itt van 10 életterület, és ha a technika ebben téged segít, akkor az, akkor használd. De erre. Ha nem segít, ha nem segíti ezeket a területeket, akkor csak akkor használd, hogyha ez segíti. Nem tudom, világosan. De ezt nekem nem kell hinni, elfogadni. Most azt, hogy te mit hiszel, mit fogadsz el, az a te dolgod, nem az enyém. Ugyanis a legtöbb ember, aki túlzottan használja a technikát, nem ennek a szolgálatába, ezeknek a szolgálatába használja. Tehát én például 94 óta, igen, tehát 94-ig volt 3 autó. 79-től. 79-től. 94-ig volt 3 autó. Az autókat azért vettem, mint amiért mások vették. Ugye
Valószínű azért is lett autóm, mert hogy a szakmám is volt. És viszont 94-től én azért veszem az autót, hogy az nekem pénzt hozzon. Nem tudom, elég világos voltam. Nem pénzt vigyen el tőlem, hanem pénzt hozza nekem. Tehát magyarul mondjuk ezt a hetedik területet segíti. Oké? Jó? És azon túlmenően például van olyan autóm, ahova be tudunk ülni többen, mint az átlagember, mert be tudunk 7-8-an ülni, ami azt jelenti, hogy ezeket a területeket is segíti. Vagy mondjuk a másokkal való bánásmódot. Akkor úgy alakítottam mindig, hogy a munkámat is segítse. Oké? Tehát az autó az a munkát is segítse. Ha munkát segíti, akkor pénzt is. Egyetem. Jó? Tehát amit veszünk, azt azért vesszük, hogy ezeket a területeket segítse. Tehát nem szórakozásból. Nem azért, hogy el tudjunk menni kirándulni, érted? Ez 94 óta így van. Ezzel szemben a legtöbb ember nem erre a célra használja a pénzét. Érted? És nem úgy működik az életben, hogy ezek a területek jobban működjenek. Tehát, hogyha mondjuk valamit csinál, akkor abból a célból, hogy ezek a területek jobban működjenek. Hanem, most mondok példát. Az emberek alkalmazottként dolgoznak. Olyan többség, ugye kb. 80%-a, aki dolgozik, az alkalmazottként dolgozik. Kb. 20% vállalkozó, vagy cégtulajdonos, de hát az a vállalkozói terület. Na most, egy alkalmazott, ugye az úgy éli az életét, hogy hát nagyon kevés az olyan alkalmazott, aki maximálisan elégedett a munkájával és a jövedelmével. Oké? Tehát ez ritka. Tehát, hogy ez a kettő összeálljon, együtt álljon, hogy a munkájával is, az ottani közösséggel is, és pénzzel is elégedett legyen, ez ritka. Oké? Na most, de mi van ezzel? Tehát ott ez azt jelenti, hogyha nem elégedett ezekkel, nem kellően jól érzi magát ezek a munkájában, mert ugye ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a munkájában, az kell, hogy szeresse, nem? Kell, hogy jó közösségben legyen, nem? És kell az, hogy jó pénzt is keressen belőle, nem? Hát ez kell hozzá. Akárhogy nézzük. Na most, de mivel ez nincs meg, vagy ezek közül nincs meg mind, ez azt jelenti, hogy frusztrációt okoz. Oké? Tehát a legtöbb embernek, aki alkalmazott, vagy kényszervállalkozó, maga a foglalkozása, az frusztrációt okoz. Oké? Tehát zaklatottságot okoz. Idegességet okoz, kinek meg jobban tetszik. De ugyanarról van szó. És ez a következőt jelenti. Tehát ő ott problémákba ütközik a munkájában. Ezért minél hamarabb ki akar abból zökkenni, olyan dolgot akar csinálni, ami nem okoz neki problémát. Nem okoz neki zaklatottságot, nem okoz neki idegességet. Ezt így nem látják át az emberek, most talán majd, ha én elmesélem ezt a dolgot, akkor talán majd átlátják. Ez simán ösztönösen így működik az embereknél. Tehát ezáltal olyan dolgot akar csinálni, ami nem zaklatja föl, nem idegesíti föl. Oké? Na most akkor nézzük meg. Nem veszik észre,
hogy a munkahelyi zaklatottságot hazaviszik, és ezért otthon is fennáll a zaklatottság. Ezért otthonról is ki akarnak mozdulni, tehát nem akarnak dolgozni, mert a zaklatottságot okoz. Oké? Nem akarnak otthon lenni, mert mivel hazaviszik a zaklatottságot, ezért otthon se jó, otthon se az igazi. Ezért ki kell mozdulni valahova, ami nem idéz elő zaklatottságot. Nem tudom, világos-e? Vagy rosszul látom, nem ezt csinálják? És minél többször ki kell mozdulni otthonról, mert az nem okoz zaklatottságot, az nem munka, és oda nem visszük el a munkai zaklatottságot, mert azt csak haza visszük. Világos ez? És akkor kimozdulnak az emberek, de nem veszik észre, hogy abban mennyi pénzt költenek. Mennyi időt csesznek el. Oké? Okay? Ezt sem veszik észre. Jó, a pénzt azt lehet pótolni, de az időt sose. Tehát az elvesztegetett időt, azt nem tudjuk pótolni. Oké? Okay? Na most akkor, ugye én rengeteg olyan könyvet olvastam a múltban, manapság már nem olvasok ilyeneket, de a múltban rengeteg olyan könyvet olvastam, amit olyan emberek írtak, akik sikereket értek el az életükben. És ami azt jelenti, hogy elérték az olyan fajta jövedelmet, ami passzív jövedelem, tehát nem kell érte dolgozni, és ezért volt elég szabad idejük. Oké? Okay? Tehát ha van elég passzív jövedelem, akkor van elég szabad idő. A passzív jövedelem az azt jelenti, hogy nem kell érte dolgozni, hanem rendszeresen jön. Jó, tehát nyilván meg kellett érte előtte dolgozni. De hát az is passzív jövedelem, ha valakinek sok pénze van és befektetés, a befektetés hozamából él, de hát azért, hogy befektessen pénzt, ahhoz arra meg kellett dolgozni. Ha csak nem örökölt, vagy nyert a lotton. Oké? Okay? De hát ugye nem ez a jellemző, hogy az emberek örökölnek, vagy nyernek a lotton. Hanem az, hogy megdolgoznak a pénzt. Szóval lényeg az, hogy az emberek ugye elmennek és költik a pénzt, de ugye mit olvastam ezekben a könyvekben? Azt olvastam, mind ilyen ember leírja, hogy a sikeres emberek, tehát akik passzív jövedelemmel és sok szabad idővel rendelkeznek, az mind jóval többet dolgozott, mint az átlag ember. És azért lett sikeres. Oké? Okay? De ugye a legtöbb, aki sikeres lett, olyan tevékenység által lett sikeres, ami nem frusztrálta őt, nem zaklatta őt, nem idegesítette őt. Nem tudom, világos-e. És az nem az alkalmazotti lét. Tehát ezek az emberek, akik leírták, hogy ők hogy lehet sikeresnek lenni, ez egy sem azt írta le, hogy alkalmazotti létből lettem sikeres. Egy sem. Oké? Okay? Hanem kerestek maguknak olyan foglalkozást, amit lehetett vállalkozásban művelni, amit szerettek, ami jól esett nekik, nem tudom, világos, ahol nem gond az, hogyha mondjuk naponta, nem, hetente, mondjuk nem 36 vagy 40 órát foglalkozik vele, hanem mondjuk 50-et vagy 60-at vagy 70-et vagy 80-at. Hetente. Nem tudom, világos vagyok-e. És azt is leírták, hogy azért lettek gazdagok, mert sokat dolgoztak az átlaghoz képest. Mert az átlagember bemegy a munkahelyére, és hiába van egy 8 órás munkaideje, vagy akár egy 9, mert levonják az ebédidőt, vagy hozzáadják. Hát az idejének a nagy részét, ha nem látja a főnök, próbál nem dolgozni.
Az alkalmazottak mindig ilyenek voltak, mikor én voltam alkalmazott, én is ilyen voltam. Tehát de én legalább bemerem ismerni, érted? Tehát ugye óriási különbség, hogy alkalmazottként másnak dolgozol, vagy vállalkozóként magadnak dolgozol. Óriási különbség. De megint óriási különbség, hogy az ember, amikor vállalkozóként magának dolgozik, akkor hogy mennyire szereti azt, amit csinál, mert ha nem szereti eléggé, akkor nézi az órát, hogy mikor telik le a munkaidő, érted? És nézi az órát, hogy hajjaj, de jó, már bezárhatok, mert ugye eddig tartott a nyitvatartás. Mert nem szereti csinálni. Tehát egy vállalkozó, tehát inkább úgy mondanám, hogy az összes sikeres ember, aki saját erejéből lett sikeres nulláról, mint például én, az mind szerette, amit csinált. Oké? Vállalkozóként csinálta, és sokkal többet dolgozott, mint az átlagember. Érted? Tehát sokkal többet. Na nem hiszed, nézd utána, bármilyen ilyen sikerkönyvvel elolvashatod ezt, hogy ez így van. Ezt nem én találtam ki. Oké? Na most, de ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy aki olyan tevékenységet végez, amiben ugye nem kell hazavinni a frusztrációt, a zaklatottságot, az idegességet, annak nem kell azt csinálni, hogy ki kell kapcsolódni a munkából és az otthon létből, mert hát munkában is, meg otthon is idegesség van. De hát az idegesség otthon azért van, mert hazazod a munkahelyről. Tehát ez azt jelenti, hogyha végig gondolod, hogy eljutnak oda az emberek, hogy ilyen csinálják tovább az alkalmazotti létet, kapják az zaklatottságot, az idegességet, érted? Hazaviszik, akkor elmennek kikapcsolódni, és ez egy mókuskerék. Nem veszed észre? És ezt a mókuskereket a legtöbb ember csinálja 40 vagy most már 45 évig, mert ugye régen 36 év után mentek nyugdíjba, vagy 35 év után, érted? Most már 40-45 év után mehetnek az emberek nyugdíjba. Tehát, és ezt csinálják végig addig, érted? És utána belecsúsznak egy nyugdíjba, ami egyre kevesebb. Tehát, ami azt jelenti, hogy minél később megy valaki nyugdíjba, a jövedelmehez képest annál kevesebb nyugdíjat kap, százalékban. Tehát annál nagyobb az életszínvonal visszaesés, minél később ment el valaki nyugdíjba, a jövedelmehez képest, és így leélik az emberek az életüket. Ami azt jelenti, hogy ha oda visszamennénk, mutatnám megint, ha emlékszel a rajzra, az idegesség, zaklatottság miatt gyorsan elérik a rossz hangulatot, amikor már nem tudnak gondolkodni, és akkor hogy jönnek itt képbe a gyerekek? Hát, hogy miért érik el a gyerekkorban már az idegességet, illetve azt a hangulatot, ahol már a gyerek nem tud gondolkodni, a gyerek sem tud gondolkodni. Hát ha zaklatottak a szülők, idegesek a szülők, nem tudnak a szülők gondolkodni, akkor a gyerek se fog. Oké? Ha jó hangulatúak a szülők, nem idegesek, nem zaklatottak, akkor a gyerek sem az. Ugye itt tanuljuk azt, hogy 7 éves korig bármi történik a gyerekkel, mi történhet a gyerekkel? Betegség, baleset, oké? Vagy egyszerűen csak sír. Érted? Nem beteg, nem érte, baleset, csak sír, ideges a gyerek. Tehát ideges. Frusztrált. Mind visszavezethető az anyára. Minden, 100%-ban.
Nem a gyereknél kell keresni, az anyánál kell keresni a megoldást. Jó, 7 és 14 év között már ez kétharmadban anya, kétharmadban anya, egyharmadban gyerek. 14-21 között egyharmadban anya, meg ott már apa is természetesen, és kétharmadban gyerek. És 21 fölött teljes egészében a gyerek. Tehát gondold végig, hogy miért romlik az emberek hangulata. Tehát nem közvetlen a technika okozza, hanem a technikát nem arra használják, amire kellene. Nem az életük jobbítására használják a technikát. Mi nekünk minden technikai eszköz az életünk jobbítását célozza, érted? 94 óta. Az mennyi akkor? 30 éve? Jól számolom? 30 éve. És nem szórakozásnak vannak a technikai eszközeink, érted? Hanem arra, hogy jobbítsa az életünket. Világos ez? Tehát nekem és a feleségemnek nem rosszabb a hangulatunk, mint 40 évvel ezelőtt. Érted? Nem rosszabb. Ez a normális. Hogy az ember megtartja a jó hangulatát. Érted? Tehát az az abnormális, hogy az ember idő előtt lecsúszik az a vonal alá. Érted? És képtelen a gondolkodása. Jó, ha följön a vonal fölé, ameddig a vonal fölött van, valamennyire képes a gondolkodásra. Nyilván minél magasabbra fölkerül a vonal fölé, annál inkább tud gondolkodni, de erről beszéltem. De hát ha egyszer tartós hangulatban lement a vonal alá, kész, ennyi. Minden ösztönösen működik. Minden, gondolkodás nélkül. Hát ezért ez nagy buli a tanácsadóknak. Nagyon nagy buli. Minél rosszabb a hangulat, tanácsadók annál jobban járnak. Mert annál inkább az emberek maguk nem tudják megoldani az életüket, szükségük van tanácsadókra. Mert már a szülők sem tudnak tanácsot adni, mert ők már églen vannak az alatt a vonal alatt. Érted? Tehát egy érdekes világban élünk, és akkor itt van ez a 10 terület, amitől függ, hogy valaki jól érzi magát a bőrében, vagy sem. Ha ezeket a területeket jól kezeli, akkor jól érzi magát a bőrében. Ha nem jól kezeli, bármelyiket is, akkor az frusztrációt okoz. Hát gondold végig, csak egy, a munkával kapcsolatos dologról beszéltem, és milyen problémákat okoz. És akkor itt azon kívül még van 9 terület, amit helyesen kell tudni kezelni. És ugye mit jelent az, hogy helyesen kezelni? Hát a legjobb az, hogy megelőzöd, tehát olyan tudásod van, hogy képes vagy megelőzni a problémákat. Hogy lehet megelőzni a problémákat? Nagyon egyszerű. Ha az embernek van annyi tudása, hogy előre ki tudja gondolni azt, hogy mi az ok-okozati összefüggés, tehát ha ezt teszem, annak mi lesz a következménye. Ha azt teszem, annak mi lesz a következménye. Ha azt teszem, annak mi lesz a következménye. És azt mondja, hogy hopp, ennek nem lesz jó következménye, akkor ezt nem teszem. Ez egy megelőzés. Oké? Hopp, ennek jó lesz a következménye, akkor ezt teszem. Oké? Mert ha nem teszem, akkor abból lesz probléma, nem tudom, világos-e. Tehát azt is képes kigondolni, hogyha nem tesz meg valamit, annak milyen negatív következménye lesz. És tudjátok, hogy ma a társadalomnak ez a legnagyobb problémája? Hogy az emberek nem tesznek meg olyan dolgokat, amit meg kellene tenniük, és ezáltal létrehoznak problémát. Mert nem tették meg. Mert azt gondolják, hogy a nem cselekvésből nincs probléma. Dehogy nincs. Ma a társadalomban ez a legnagyobb probléma.
a nem cselekvésből származó problémák. Tehát mikor, képzeld el, hány olyan emberről hallottál már, aki nem tudta fizetni mondjuk valamilyen hitelét. És akkor mit csinált? Fogta és homokba dugta a fejét. És azt gondolta, hogy az a legjobb megoldás, hogy nem csinálok semmit. Tehát igen, nem veszek tudomást róla, és olyanokat is csináltak emberek, hogy át se vették a felszólításokat, stb. Stb. Tehát ami, mint ami se történt volna. És nem lett annak a nem cselekvésnek következménye? Nehogy már azt mond nekem. Hát a legtöbb ember, aki megszívta a hitel problémáját, az emiatt szívta meg, amit most elmondtam. Mert homokba dugta a fejét, és nem cselekedett. Tehát nekünk is volt két hitelünk a múltban, pont akkor, mikor lett a hitelválság. Nem azért, mert ostobák voltunk, hanem azért, mert a könyvelőre hallgattunk, az akkori könyvelőnkre hallgattunk, aki azt mondta, hogy jobban járunk, hogyha leasingre vásárolunk autókat, érted? És mert akkor nem kell kifizetni készpénzre, pedig akkor még ki tudtuk volna fizetni készpénzre mind a két autót. És megvettük leasingre, az közben beütött a krak, ugye a válság 2008-ban, emlékeztek. És hát nem tudtuk visszatni a két részletet. Tehát visszaesett ugye az eredmények, visszaestek, visszaesett a bevétel, minden, és nem tudtuk fizetni a hiteleket. Gyorsan eladtuk az egyik autót, veszteséggel természetesen. A másik autót cselekedtünk, nem tudom, világos-e. Azonnal cselekedtem. Nem majd, tudom, egy hét alatt eladtam az autót, érted? Tudom, 300 ezer forint vesztesége, de eladtam. És a másik autónál meg bementem a bankba, és kértem fél év türelmi időt a fizetésre. Érted? És meg is adták így, mivel előtte rendszeresen fizettem. És úgy mentem oda, hogy még egyetlen egy hónap elmaradásban se voltunk. És így megadta. És utána az alatt a 6 hónap alatt sikerült annyit fejleszteni a bevételeken, hogy már utána tudtuk fizetni a részleteket. Érted? És meg volt oldva. De nem azért ugye az maradt meg, mert összesen volt még hátra vagy 6 hónap fizetés abból az autóból. És utána gyakorlatilag egy év alatt ugye ki lett az fizetve, mert 6 hónap szüneteltetés, meg még volt 5 vagy 6 hónap, amit ki kellett fizetni. A részletekben. Oké? Tehát a mások meg mit csináltak? Fogták a szomokba, dugták a fejüket. Érted? És mi lett belőle? Komoly problémáik lettek. Érted? Nekünk nem lett probléma egyikből se. Mert cselekedtünk. De ezt mondom, csak egy példa volt arra, hogy a nem cselekvés is létrehoz problémát. Vagy mondok másik példát. Hány olyan párkapcsolatról hallottatok már? Hogy észrevették, hogy romlik a kapcsolatuk a két személynek. De nem tettek semmit. És utána mi lett? Páing, elváltak. Érted? Pedig már előtte, hónapok vagy évekkel ezelőtt lehetett volna valamit tenni avval a kapcsolattal, hogy jobb legyen. Érted? És semmit nem tettek. Ugyanaz, homokba dugták a fejüket. Majd megjavul magától. Na, kérdezem én, az életedben hány dolog javult meg magától? Tehát ha összegezned kell, akkor elég a két kezed? Vagy elég az egy? Vagy elég egy ujjad? Vagy még az se kell? Hát magától, kedves hölgyeim és uraim, semmi nem javul meg. Érted? Semmi. Tehát az azt jelenti, hogy ahhoz gondolkodás szükséges, hogy valami megjavuljon. És gondold végig, mit tudom én, biztos volt régi tévéd. A régi tévéket időnként, jó, a fiataloknak nem volt, azt sem tudják, milyen a régi tévé, legfeljebb gyerekkorra visszaemlékeznek, hogy ez ilyen bazi nagy volt. Két ember cipelt azt a tévét, nem olyan volt, mint a mostani tévé, csak az egész fiataloknak mondom, hogy tisztában legyenek vele.
És hát azok időnként bedöglöttek. És te hiába akartad megjavítani, az nem sikerült. A tévészerelő meg kijött, vagy elvitted, azt elég hamar meg. Ha kijött, akkor ott a helyszínen meg is javította. Érted? De miért? Mert neki volt hozzá esze, tudása. Világos ez? Tehát mindenhez, amit meg akarunk javítani, ahhoz bele kell rakni az eszünket. Ha nincs elég, akkor szerezni kell hozzá tudást, érted? De tényleg, mert az van, hogy hát azért jutott oda az a kapcsolat, mert nem volt elég ész. És akkor kell hozzá ész, az meg a tudás révén jön létre. Máskülönben tud létrejönni. Na most azt mondja, hogy én 91-től a jövedelmem több mint 10%-át fordítottam a saját képzésemre. Ugyanis nekem 91-ben tanították, hogy a jövedelmed legalább 10%-át az fordítsd a saját tudásodra. Miért? Azért, mert az a legjobb befektetés, így tanították. Miért? Mert az nem inflálódik. Azt senki nem tudja tőled elvenni. Tudásodat nem tudják elrabolni. Érted? Az nincs olyan, hogy leromlik a pénz, és akkor elveszted az értékét. A tudásodnak ott marad az értéke. Tehát ha ma megnézzük, nem is tudom mennyi a nettó átlag kereset, mondjuk itt Magyarországon, mondjuk 250 ezer forint, valahogy így. 200? 400? A nettó? Jó le vagyok maradva. KSH-nek közül a legújabb. Igen? Hát nem tudom. Furcsán hangzik. Hát a minimálbért vesszük meg, nem azt kellene. Mennyi a minimálbér, azt se tudom már. A 196, meg 230, 260 valamennyi. A bruttó. A bruttó, igen. De én a nettót, a nettó. A nettó, akkor 197 ezer a legmagasabb. Aha, na, mindegy, mondjuk legyen. Ne a milliárdosoknak a jövedelmét nézzük, jó? Hanem tudom, hogy összeadják. Ha maradjunk mondjuk egy átlag keresetnél, mondjuk legyen 300 vagy 350, valahogy így. Az azt jelenti, hogy annak mennyi a 10%? Így van, 35 ezer. Mondjuk a 300, akkor ha mondjuk megnézzük mondjuk egy minimálbérest, akkor az legyen 190 nettó, akkor az 19 ezer. És a legtöbb ember vajon rászánja, felnőttről van szó, rászánja saját magára ezt az összeget. Tehát mondjuk vegyük azt, hogy mondjuk valaki segélyből él, érted? Nem tudom most mennyi a segély, mondjuk azt, hogy kap 80 ezer forint segélyt, csak most mondtam valamit. Érted? Akkor is 8 ezer forintot rákölt a saját tudására. Ki van csukva? Érted? Na most, ugye én miért kezdtem el azt, hogy a saját tudásomra költsek? Mert én azért tanultam egy szakmát, hogy azt a szakmát majd csináljam. Oké? Elkezdtem csinálni, letettem a mestervizsgát belőle, de meguntam. Elegem volt belőle, érted? Főtevékenységben. És nem fizetett annyit, hogy megérte vele foglalkozni. Érted? És belekezdtem más olyan tevékenységbe, amit még kevésbé szerette, de többet fizetett. Majd belekezdtem olyan tevékenységbe, ami megtetszett, megszerettem. Érted? És az 87 volt. Ezt úgy hívták akkor, hogy üzletkötés. És képzeljétek el, utána elértem azt, hogy az üzletkötésből többet kerestem, mint a fő tevékenységemből. Érted? És
Sokkal kevesebbet foglalkoztam vele. Sőt, egy idő után nem is kellett vele alig foglalkozni valamit, csak valamit nagyon keveset, fenntartani a kapcsolatot. Annyit kellett csak. És többet kerestem vele, mint a fő tevékenységben, gemből. És ez mikorra értem el? Hát mondjuk 4 év alatt. Érted? Csak én egy türelmes ember vagyok. Világéletemben az voltam. Tehát én valamit el akartam kezdeni, és elkezdtem, és utána végig akartam csinálni, én végig is csináltam. Oké? Szóval, lényeg az, hogy az embernek el kellene ezeken a dolgokon gondolkodni, hogyha az ember az életében jobban akar boldogulni, akkor talán olyan dolgot kellene végezni, amit szeret csinálni, nem frusztrálja. Oké? És passzív jövedelmet is fog majd létrehozni. És hát ugye az embernek az is fontos, hogy na már nem tudom, mit akartam mondani. Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy ja, hogy az is fontos, hogy tanuljon, fejlődjön. Igen, már szembe jutott. Tehát tanuljon, fejlődjön. Tehát ugye azért kell tanulni, fejlődni, hogy ne essünk le a vonal alá. Érted? Vonalértéket meg lehet nevezni? Hát az a vonalértéke az az unalom. Oké? Tehát, hogy ne essen az ember unalom alá. Tehát ne legyen olyan hangulatú, hogy te ellenségesen gondolkodsz, vagy viselkedsz emberekkel, történésekkel, helyzetekkel kapcsolatban. Ha te rád jellemző az, hogy mondjuk ellenségesen gondolsz, vagy viselkedsz emberekkel, helyzetekkel, történésekkel kapcsolatban, akkor már te unalom szinten se vagy. Ha meg ilyen harag szinten viselkedsz ilyen dolgokkal kapcsolatban, tehát emberekkel, történésekkel, akár gondolatban harag szinten, akkor te már általánosan harag szinten vagy. Vagy ha mondjuk félelem van ezzel kapcsolatban, az emberekkel, a történésekkel, az eseményekkel kapcsolatban, félelmeid vannak a gondolataidban, akkor te már félelem szintjén vagy. És ez mind olyan szint, hogy képtelenség a gondolkodás. És tudod, mi a baj? Hogy most föntről jöttünk lefele, ellenségesség, félelem, ellenségesség, harag, félelem. Föntről jöttünk lefele, ez a sorrend. Az a baj, hogyha valaki mondjuk félelem szinten van, onnan szinte lehetetlen feljönni a vonal fölé. Magyarul esélye sincs arra, hogy gondolkodjon. Tehát ez a vízválasztó az az unalom környéke. Az unalom környéke ez a megelégedettség, akkor mindjárt mondom. Jó, tehát ilyenek, hogy megelégedettség, érdeklődését veszítettség, egyhangúság. Hát ez az unalom környéke. Oké? Tehát ez a nulla. És ott kezdődik a jó hangulat, hogy enyhén érdeklődő, majd érdeklődő, majd nagyon érdeklődő, és így jövünk fölfele. Majd oda jön, hogy jó kedv, majd oda emelkedik, hogy lelkesedés. Érted? És ezeken a szinteken lehet gondolkodni. Nyilván egy lelkes ember az sokkal jobban gondolkodik, mint egy enyhén érdeklődő. És ott van ez a nulla vonal, ahol igazából akkor van gondolkodás, hogyha egy kicsit onnan följebb jön, mert onnan még könnyű följebb jönni a nullától, ugye? Ez az egyhangúság, unalom, érdeklődésveszítettség, megelégedettség. Onnan még följebb lehet jönni egy kicsivel,
könnyedén, és akkor már az illető már tud gondolkodni valamennyire. De nem annyira, mint mondjuk egy lelkes ember. És mivel az embereknek halvány lila gőzük nincs ezekről az információkról, nem is gondolják, hogy ez fontos lenne az életükben, ezáltal azt gondolják, hogy minek nekem ilyet tanulni, mert szüleim is élték az életüket, meg én is, szomszéd is éli az életét, stb. Stb. Igen ám, de nem mindegy, hogy hogyan. Oké? Okay? Tehát nem mindegy, hogy az ember gondolkodik, vagy sodródik az életben, érted? Sodródik az árral. És akkor azt, ahhoz viszonyítja, hogy ó, hát nekem még mindig jobb az életem, mint mondjuk a harmadik szomszédé. Érted? És ez a viszonyítási alap. Így van. És akkor ez a viszonyítási alap, érted? Tehát nem az, hogy sokkal jobb életet lehetne élni, érted? Tehát ha megnézzük a mai életszínvonalt a hangulatokkal együtt, mondjuk ahhoz az időszakhoz, ami a 70-es évek második fele, 80-as évek első fele volt, nem lehet összehasonlítani. Nem lehet összehasonlítani. Tehát akármilyen hihetetlen, akkor se volt több pénzük az embereknek. Mégis sokkal boldogabbak voltak. Ebből látni, amit van az a mondás, hogy a pénz nem boldogít. Az csak annyi, hogy jó, ha van. Nem? Az jó, ha van. Vagy nem? Nem kéne? Hát most gondold végig csak egy dolgot. Ha mondjuk neked annyi pénzed lenne, hogy mondjuk a befektetéseidből megélnél, az azért az sok pénz kell. Jó? Tehát magyarul a havi kamatából megélnél. Lecsontozva, érted? Tehát lehet, hogy az más befektetés lenne, de annyi lenne, hogy annak a hozadékából megélni. Akkor nem kellene frusztrációt okozó munkahelyre járni, nem? Nem hoznád haza az aklatottságodat a munkahelyről, nem? Gondold végig. Tehát nem boldogít, csak jó, ha van. De például ez nem jó, hogy mondjuk lenne annyi pénzed, hogy nem is kellene csinálnod semmit, csak az hozamából megélni. Nem jó, mert eltunyít. És a tétlenség az nem hoz sikerélményt. És ezáltal, hogy nem hoz sikerélményt, az ember sikertelenségként éli meg az életét. Mert az nem siker, hogy nem kell dolgozni. Tehát az a siker, ha olyat csinálsz, amit szeretsz. Oké? Okay? És annak van értelme. Tehát az is fontos, hogy annak legyen értelme. És akkor gondold végig, hogyha egy ember fogja és azt mondja, hogy jó, nekem már nem kell dolgoznom, hát akkor mi értelme az életének? Érted? Csak az az értelme, hogy hát akkor járjuk, nézzük körbe a Földet. És akkor annak mi az értelme? Mi az értelme? Mert mondjuk, most nézzük a mi példánkat, jó? Mit csinálunk mi? Tudást nyújtunk bolygó szinten az emberiségnek. Azért, hogy a társadalom fejlődjön, és egy sokkal jobb társadalom jöjjön létre. Az elnyomókról a fentiek gondoskodnak, ne aggódjatok, jó? Jó, tehát lényeg az, hogy azért nem boldogok az emberek most, és mindörökké, ez mindig is így volt, hogy mert jelen vannak az elnyomók, és elnyomják az embereket, és
tehát elintézik azt, hogy te ne legyél boldog. Világos ez? Jó? Tehát ott, ahol az emberek nem boldogok, ott a elnyomók bőszen tevékenykednek. Maradjunk ennyiben. Na szóval ezért mondtam, hogy a fentiek gondoskodnak az elnyomókról majd a jövőben. Ennyi. Nem is ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy hiába nem lennének elnyomók, mivel neked van egy reaktív elméd, és mivel neked van egy általános hangulatod, képtelen lennél boldog lenni. Akkor is, ha nem lenne egy fia elnyomó sem már a bolygón. Így van. Az emberek azzal, hogy nem tanulnak, nincs tudásuk, saját magukat teszik boldogtalanná. Tehát az egész emberiséget most beviszik egy olyan helyzetbe, szó szerint, hogy olyan szintre jussanak, nyilván mindig a kivételek azok erősítik a szabályt, beviszik egy olyan helyzetbe, hogy rossz hangulatúak legyenek, és utána kiderül az, hogy ki akar ebből kijönni, vagy jó neki úgy, ahogy van. És akkor azt mondja, hogy hát még mindig jobban élek, mint a harmadik szomszéd. Érted? De hát most gondold végig, itt vannak a fiatalok, akik beleszülettek ebbe a sokkal rosszabb hangulatú világba, és nekik ez a természetes. És nem tudják, hogy ennél volt sokkal jobb. Nem tudják. Hanem bennek az iskolapadba, és akkor hallják a tanártól, hogy milyen rossz volt az a múlt. Na most én is tanultam ilyet, hogy milyen rossz volt az a múlt. Mert képzeljétek el, a királynak ki kellett fizetni a kilencedet, a papoknak meg a tizedet. Ez akárhogy nézzük, ez 19. Most meg az államnak kifizetett az 50%-át. Érted? Tehát nekünk azt tanították, hogy a feudalizmusban mekkora kizsákmányolás volt, mert kifizetted, tehát te termeltél, és a kilencedet meg tizedet kiadtad, de maradt 81%-od. Most, amiért dolgozol, abból marad 50%. Hú, de fantasztikus frankó világban élünk. És a fiatalok ezt nem tudják, érted? És mi is elhittük, hogy micsoda kizsákmányolás volt a feudalizmusban. Hát most már azt mondanánk, hogy sírjuk már vissza a feudalizmust, komolyan mondom. Mert csak 19%-ot vontak el, érted? Nem 50-et. Áfa se volt. Nem volt áfa se volt, persze. Meg nem volt minden szabályozva, például az, hogy nem fúrhatsz kutat, csak mit tudom én, hány százezer forintos engedéllyel, meg ilyen baromságok, érted? Érted? Fogták és kalákába fölépítették a házukat. Azért mondtam, hogy a nagyszüleimnek sokkal könnyebb volt, mert nem volt szabályozva. És fogták, fölépítették kalákába a házukat, érted? Most meg mindent szabályoznak. Mindent, hogy nehogy véletlenül magad csinálhass valamit. Érted? Tehát régen fölépítetted a házadat, mint például én, és megszerelhettem a villanyt. Én szereltem be a villanyt, úgyhogy nincs is képesítésem. Jó, a villanyórában nem én kötöttem be, mert ahhoz kellett képesítés. Most te nem szerelheted meg a saját építendő házadat, érted? Villanyszerelőnek kell lenni, aki ugye, akinek van papírja arról, hogy ő villanyszerelő. Szóval hihetetlen, ami azt jelenti, hogy az egész élet az elnyomók által, mert ezek elnyomó törvények. Most gondold végig, amit a földből kiszívsz vizet,
ahhoz neked ugyanolyan jogod van, mint az államnak. Mert a te területed, a te tulajdonú területeden csinálod a kutadat. De törvénybe hozták, hogy ez nem így van. Én csak mondtam egy példát. És minden így van szabályozva, ami azt jelenti, hogy ezáltal gyakorlatilag bosszusságot, idegességet, pénztelenséget idéznek elő. Most gondold végig, azért nem mindegy, hogy csapvízzel ocsol az ember, vagy kútvízzel, érted? Sok minden van, hát sok minden van, persze. Tehát nagyon sok minden van. Tehát, és ezt a fiatalok nem látják át. Tehát régen semmi nem volt szabályozva, az volt szabályozva, hogy tizedet ad le, meg a kilencedet ad le, az kész. És lusz. És boldogulja, hogy tudsz. És boldogultak is az emberek. És ez az túlszabályozás, ami itt van, az ami brutális, és egyre nagyobb túlszabályozás van emiatt a hülye EU miatt. Gondoljátok végig. És ez mind megnehezíti az emberek életét. Tehát nem mindegy, hogy a házadat te magad építenéd, vagy pedig építetni kell, érted? Hát egyáltalán nem mindegy. Nem mindegy, hogy mit tudom én, fölépítenéd, és nem kellenek engedélyek, vagy pedig mindenféle engedély kell, ami megint egy vagyon. Csak az engedélyek. Értitek? Tehát régen senki nem vizsgálta azt, hogy most villanyszerelő szerelte a villanyt. Érted? Senki. Szóval egy érdekes világot élünk, és gondold végig, hogy miért mehet ez így? Hát annál inkább mehet ez így, minél inkább a fiatalok nem tudnak semmit. Érted? Mert ugye a fiataloké jövő nem az öregeké, érted? És a fiatalokkal el tudják ezt érni, már pedig a Covidnál is elérték. A fiatalok nagyobb arányba oltották be magukat, mint az öregek. Tényleg. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen elérnek a fiataloknál olyan dolgokat, mert nem tudják, hogy mi volt. Nem tudják, hogy ez az egész rendszer, ez gyakorlatilag társadalom ellenes. Érted? Úgy, ahogy van. Tehát, ha a szocializmus társadalom ellenes volt, akkor ez még annál sokkal jobban társadalom ellenes. Akkor még mondhatnánk, hogy a feudalizmus volt a kevésbé társadalom ellenes. De tényleg. És az ember ki gondolná, hogy ez így volt. Pedig így volt. Tehát ugye Magyarországon nem az volt a probléma, hogy feudalizmus volt, hanem az volt a probléma, hogy idegen uralom alatt álltunk. Ez volt a probléma. Ha nem idegen uralom alatt álltunk volna, akkor most Magyarország nem itt tartana, ahol tart. És ugye ez az idegen uralom, ez 600 éves volt. És most is tart. Most is tart. Na most is idegen uralom alatt állunk. Tehát ugye az 1500-as évek elejétől idegen uralom állunk. Hát nem 600, még csak 500, mindegy. Ennyi. Nem Mátyás, mert Lajos. Lajos volt. Tehát Lajos volt. Jó, tehát utána még volt egy vagy két uralkodó, és utána. Tehát Mátyás után. Tehát a Mohácsi csata előttől. Jó, tehát az 1526. Jó, de? Na, oké. Ugye mit javaslok nektek? Azt javaslom, hogy mivel bolygószinten ezekre a területekre itt komplexen csak itt van tudás,
és megfizethető áron. Na most első hónapban 600, mennyi, 40 forint? 660, jó, 660 forint, a második hónaptól ugye 420 forint, óránként ugye 30 óra átlagosan egy havi képzés, most egy kicsit sokkal több, ugye, és jóval több, tehát most 420 forintra se jön ki ez a hónap, mert mennyi vagy, 40, vagy nem is tudom hány óra, vagy 50, nem is tudom hány óra, ez a hónap. Tehát lényeg, hogy gyertek ide tanulni. És az azt jelenti, hogy ha ide jössz tanulni, minden, ami az élettel és az ember működésével kapcsolatos tudás, azt itt meg fogod kapni. Oké? Mindent. És ezáltal, ha használod, akkor ezeken a területeken boldogulni fogsz. Oké? Sőt, ráadásul még azt is kapjuk, azt is kapod, hogy lehetőséged van arra, hogy jövedelmet teremts itt a PPH-n belül. De bármekkora, amennyi jövedelmet el tudsz képzelni. Most mondok példát, jó? Mondjuk hozol két tanulót. Akkor nálunk van egy karrier szint. Karrier szintek vannak. A legelső karrier szint az a kettes. Két tanulóval kettes vagy. Hozol még két tanulót, akkor hármas vagy a karrierben. Ugye sok szint van fölfele. Az azt jelenti, hogy ha van négy tanulod, akkor ingyen van a képzésed havonta. Tehát ebből ki is tudod számolni, hogy mennyit hoz egy tanuló. De nem ez hozza a sok pénzt. És nem ez hozza, hát ez is egy passzív jövedelem, mert gondold végig, hogy egy tanuló után azt mondja, hogy mondjuk az éves díja után, amit befizet, az ugye 150 ezer forint az éves tandíj. Annyi, mert ugye 12-szer 12.500, az 150 ezer. Hát 12, mindegy, 12. 12-szer. Az ugye az éves tandíj 150 ezer forint, annak a 30%-a az neked jutalék. És abból 11 hónap az passzív jövedelem. Oké? Okay? Tehát ha van négy tanulod, csak most mondtam egy példát, akkor ez négyszer ennyi. Tehát akkor a 30%-a az 50 ezer forint, akkor 150 ezer forintból az első hónap nem, mondjuk durván 130 ezer forint passzív jövedelmed van. Jó, és ha van mondjuk 30 tanulod, akkor szorozd meg ezeket annyi összeggel, jó? És ráadásul azt jelenti, hogy azok közül lesznek, akik szintén szerveznek, azok után származó passzív jövedelmed, azt meg számold úgy, hogy az ő tandíjuknak mondjuk az 5%-a. Oké? Illetve több, mert ugye a 10%-a, bocsánat, 10%-a. Tehát 10%-a. Tehát 10%-a. Tehát ha mondjuk a csoportban, mondjuk ha van 30 tanulód, tudti, hogy lesz legalább 6, aki szervezni fog. Az a legkevesebb. Ugye az 20%. És az azt jelenti, hogy azoknak is lesz, és azoknak az eredményeiből te 10%-ot kapsz. Oké? Okay. És az is passzív jövedelem, mert még ott a szervezés is passzív jövedelem, mert nem te szervezted. A jutalékot felhasználhatod, ugye kezdetben a tandíjadra, természetesen. Felhasználhatod utána, jövedelemként, vállalkozói jövedelemként. És ha valaki mondjuk vállalkozó vagy cég, akkor már kedvezőbben adózik, mint egy alkalmazott. Oké? Okay? Mert egy vállalkozás vagy egy cég,
az költségeket is elszámolhat. Egy alkalmazott az nem. Oké? Tehát te kapsz egy fizetést alkalmazottként, azt a fizetést azt nem növeli, ha te költesz. Érted? De az adót, ha te vállalkozó vagy, vagy cég vagy, akkor az adódat, a költés, az csökkenti. És ezáltal a jövedelmed nő. Világos ez? És nyilván ebből látod, hogy amióta az ember mondjuk vállalkozó, én 93 óta, és itt mondtam egy dolgot, hogy 94, tehát hogy 94-től mi úgy vásároltunk, hogy az nem kiadás, érted? Nem minden természetesen, de a nagyobb dolgok, hanem az gyakorlatilag a vállalkozás érdekében történik. Nem tudom, világosan. Ami azt jelenti, hogy ezeket a területeket segíti. És ezt alkalmazottként nem tudom megcsinálni. Érted? Tehát az, hogy te mit csinálsz, az a saját döntésed, de az sem véletlen, hogy ebben pont most ismerkedtél meg. És ha megnézzük, akkor itt van, valahol. Nem tudom, hova tettem. Jaj, nincs, mindegy, valahova tettem, nem találom. Jó. Ha nem találom, nem mutatom. Ennyi volt, itt tartottunk. Jó, tehát várunk szeretettel. Tehát nem véletlen, ja igen, azt mondtam, hogy akkor nem veszem elő, akkor inkább mondom. Nem véletlen az, hogy találkoztál velünk, mert ez úgy működik, hogy tiszta és világos legyen, hogy az életünkben, amikor történik velünk bármi, annak akkor kell történnie. Ezt jó, ha tudod. Nem előtte, nem utána, annak akkor kell lennie. De arra a történésre az ember mondhat nemet. Mint például, meséltem nektek arról, hogy valaki mondjuk tudom én, nem tudja fizetni a hitelt, így van, a hitelét nem tudja fizetni, és fogja és a fejét homokba dugja. Nem csinál semmit. Az az ő döntése. De akkor, amikor ez történt vele, az annak akkor kellett történnie. Tehát neki akkor kellett volna lépnie. És ez mindennel így van. Ha te most ismerkedsz meg a PPA képzéseivel, akkor neked akkor kell elkezdeni a tanulást, amikor megismerkedtél vele. Világos? Tehát az életben minden így működik. Akkor kell egy dolgot megoldani, elkezdeni a megoldását, csinálni, érted, vagy bármit, amikor az emberre történik. Nem majd. Világos? Minél később lép valamilyen történésre az ember válaszként, annál nehezebb annak a megoldása. Tehát ha egyszer úgy szervezik meg, hogy akkor történjen veled az, ami történik, amikor történik, akkor azért akkora szervezik meg, mert az a legalkalmasabb arra, az az időszak, hogy te azt megold, vagy csináld, nem tudom, világos-e. Persze az emberek erre fogják, szabad akarat van, és azt mondják, hogy nem érdekel, nem csinálom, nem oldom meg. És utána szívnak, mint a boci, a következményei miatt. Jó? Tehát mindig, mindenkor, amikor történik veled, nem véletlen az, hogy nem előtte történt, és nem utána történik. Oké? Persze van olyan, hogyha valaki nem figyelt föl, és elutasította szabad akaratból azt a dolgot, akkor utána megint kap
nehezítést. Valami hasonlót. Ez ilyen van. Hogy hát, ha az illető észreveszi, hogy kéne már valamit csinálni. Tehát van, mint említettem, a legnagyobb probléma a nem cselekvés. Tehát a bolygón a nem cselekvés. Tehát amikor az emberek nem teszik azt, amit meg kellene tenniük. Márpedig, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És most ezt látjuk. Az emberek nagy része jó ember, kb. 80%-a a bolygónak jó ember, és ez a 80% egy nagyon kis százalékot csinál valamit, ami jó lenne a bolygónak, és a nagyon nagy része ennek a 80%-nak vakargatja valahol magát. Oké? Okay. Mindenki vakargathatja valahol magát, nem? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!